Az aulában gyülekeznek a programban résztvevő diákok, hogy aztán együtt menjenek ki a meteorológiai állomáshoz, az iskola elé elvégezni a szükséges vizsgálatokat és méréseket. A diákok örömmel vettek részt az érdekes kihívásban. Amíg a feladat tartott, addig minden nap lementünk, megnéztük, hogy milyen ég volt, és hogy mindent megmértünk, amit megmondtak, hogy kellett, és azt felírtuk egy papírra, és ezt adattuk a tanár úrnak, és akkor ő küldte be azt is a NASA-nak. Nyilvánvalóan nedves a felszín, esetleg a tócsát még beírhatjuk. A tanulók minden nap az 5. óra után tették ezt meg. A felhőktől kezdve a csapadékon át a levegőig több mint 10 féle időjárási elemet figyeltek meg. 1014 hektopaszkál a légnyomás. Ezekért a vizsgálatokért, melyeket egyenesen a NASA-nak küldtek, kitüntetést is kaptak. Az Európa-Eurázsia régióban csupán 5 iskola könyvelhetett el hasonló sikert. Világszinten is csak 30-an kapták meg az elismerést a Föld több mint 36 000 globiskolája közül. A mostani sikerünk az abból állt, hogy a Globe program a NASA-val közösen egy kihívást hirdetett, miszerint ősszel október 15-e és november 15-e között minél több megfigyelést kellett naponta végeznünk, 10 volt az elvárás, mi ezt bőven túl teljesítettük, így bekerültünk a Globe iskolák közül, ott 36 000 iskoláról beszélünk, az elsők közé. A NASA-tól kapott oklevelet is megmutatta Tóth Tibor. Ezen felül pedig egy köszönő videót is küldött az űrközpont, melyben feltüntették a nyertesek neveit is. A Kossuth iskola az egyetlen az országban, aki részt vesz ebben a programban. Elsőnek igazából ez meglepett, hogy mi vagyunk Magyarországon, akik ezt csinálják, az meg, hogy a NASA-nak csináljuk, azt szerintem igen menőnek tartom ezt. A kihívás fő célja az volt, hogy segítsék a NASA munkáját az időjárás előrejelzésben, illetve a klímakutatásban.